újabb kiállítás van az ifjúsági házban. Én úgy tudom, hogy egy nagyon friss társasággal kerültetek kapcsolatba. Néhány szót mondjuk már a vásárhelyekről. Egy éve alakult fotós csoportról van szó. Lucien Hervé nevét vette fel az alkotó csoport azért, mert ő egy nagyon híres hódmezővásárhelyi fotoművész volt, aki a nemzetközi világban lett ismert, és maga a fotósok közössége, az ő múltja, az ő munkássága előtt szeretne tisztelegni ezzel a névválasztással. Maga az alkotó csoport tagjaival már régebb óta ismerjük egymást, néhány tagjával már nagyon sok éve kapcsolatunk van, és ez a baráti kapcsolat ezzel a fotokiállítás meghívóval épült talán tovább. Így egy kiállítások cseréjével, kiállítások egymás kiállításának a megnézésével tudunk további kapcsolatot építeni maguk az alkotók között is, hiszen a Szentesi Fotókörnek is az a célja, hogy azért hívunk meg más fotósokat, hogy személyesen meg tudjunk velük ismerkedni, esetleg tapasztalatcserét, ötletcseréket tudunk megcsinálni, és magát a kiállítási anyagoknak a cseréjét tudjuk megoldani, és ez a nagyon fontos dolog, hogy ők be tudnak mutatkozni Szentesen, mi pedig majd megpróbálunk bemutatkozni Hódmezővásárhelyen. Hány alkotást láthatunk, hány szerzőt? Körbe egy olyan 50 alkotást látható, úgy tudom, hogy 15 szerző hozta el a képeit ide Szentesre megmutatni. A megnyitóban elhangzott egy érdekes gondolat, hogy ezek a lelki értékeket, hogyha megosztja az ember, akkor nem csak az lesz gazdagabb, aki nézi, hanem aki adja is. Egyetértesz vele? Igen, hiszen ez a kiállításoknak célja. Mindenféle művészeti kiállításnak ez a célja, tehát teljesen mindegy, hogy szobrokról beszélünk, grafikákról, festményekről vagy fotográfiáról. Ez a célja, hogy művészeti alkotásokat juttassunk el a közönség részére, és ezzel egy kicsikét a közönséget is megismertetjük ezzel a művészeti ággal, és megszereti a látott képzőművészeti alkotásokon keresztül azt a művészeti területet is, amit esetleg így most megismert. Lucien Hervé egy méltán világhírű magyar fotográfus, és a kameraklubunk azért vette fel az ő nevét, mert hogy 1910-ben Lucien Hervé Elkán László néven Vásárhelyen született, és Le Corbusier fotográfusaként lett világhírű. Egy fotós ugye kétféleképpen fotózhat az én véleményem szerint. Ösztönösen meglát valamit, vagy tudatosan készül, melyik? Meg a kettőnek az ötvözete, ugye? Tehát ez a megláttam valamit, és megragadta a figyelmemet nyilván, és hát lehet persze készülni különböző témákra is, ezért nem árt, hogyha van a fotósnál egy fényképezőgép, ha meglát valamit, akkor is tudjon fényképezni. Jellemző módon most már egy nagy fölbontású mobiltelefonnal is egészen jó képeket lehet készíteni. Itt azért látunk fekete-fehér színes képeket, látunk portrékat, látunk mozgást, látunk tájképet. Milyen jellemző az egyesületre? Az egyesületre így nem jellemző semmi. Nagyon, tehát maga a klub kollekció az nyilván egy egységes, tehát a Kamera Klub 15 tagja állít ki, és ahány ember, annyi egyéniség nyilván, annyi világlátás, annyi felkészültség, és szerintem azért szeretne bennünket Krisztus, mert jó képeket és igaz képeket mutatunk, mert hogy fénykép mutatók a kiállítás címe, a képmutatókat Krisztus nem szerette, mert ők voltak a farizeusok. Mit csináltak a farizeusok? Hamis képeket mutattak. Mi tulajdonképpen egy fotósnak a szerepe? Mi a művészet szerepe? Ez két kérdés. Elmondom, hogy mi a különbség. A fotós az, aki fényképez, vagy fényképezget, az észrevehet érdekes jelenségeket. A fotóművész az a jelenségek mögötti lényeget is meg tudja látni, sőt, láttatni tudja. Tehát ez egy nagyon fontos különbség, hogy esetleg a létezéssel kapcsolatos fontos kérdésekről is tud a művész valamiféle hírt adni. Melyik a kedvenc témakör, vagy esetleg a technika? Több kedvenc témakör van. Negyedikén zártam be a kiállításomat Vásárhelyen az Emlékpontba, ott csak hervadt virágok vannak, ugyanis én mindig egy témát szeretek
körbejárni 30-40-50 képként, mint egy képi esszét, és akkor talán valami lényeget is meg tudott mutatni több képbe. És a technika mennyire jelentkezik? Hát most már elsősorban a digitális technika. Én nagyon becsülöm Nagy István fotókör elnök urat, hogy a kézműves technikákba elmélyedt. Én azt fogalmaztam meg, hogy 65 éves korban már kevés arra az én életidőm, hogy pancsoljak a tálakba. Tehát ha én meg tudom a saját mondani valómat digitális úton fogalmazni, akkor igenis digitálisan fényképezek, sokkal rugalmasabb, sokkal gyorsabb, és végül is teljesen mindegy, hogy hagyományosan csinálom, vagy digitálisan, a mondani való a lényeg, ugyanis teljesen mindegy, hogy József Attila kései siratót írógéppel írta, vagy nehogy Isten kézzel írta, vagy szövegszerkesztővel írná, ez a lényegen, a tartalmon nem változtatna semmit. Van a fotósnak üzenetet, hogy nagy általánosságban az emberek felé? Hát nyilvánvalóan valamiféle humánus üzenete van, pláne a fotóművésznek, ugyanis a művészet az úgy tudjuk, legalábbis én így tanultam, hogy értőbbé és emberibbé teszi a befogadót, és hihetetlen gazdaggá teszi lelkileg az alkotót is. És mi ezt a lelki gazdagságot próbáljuk meg most megosztani a szentesi közönséggel.